A hétvégén új udvarom, a Farsang jegyében nyílt meg a Dombhátról Dombhátra rendezvény sorozat. Pályázati támogatásnak köszönhetően 6 kis település összefogásával jött létre a projekt. A programok 2 éven át tartanak, a cél elsősorban a közösségépítés és a szemléletformálás. A színes programot a termelői piaccal egybekötve tartották meg szombaton. Az árusok ezúttal is jelen voltak, a színpadon pedig egymást váltották a helyi és környékbeli fellépők, gyerekcsoportok. A térségből Újudvar mellett Nagyrécse, Nagybakónak, Csapi, Magyarszent Miklós és Zalakaros vesz részt a projektben. A projektnek a célja igazából az, és ez egy nagyon jó ötlet volt a pályázat kiírójától, hogy a településeken élő, a közelben tartózkodó és közben élő településeknek az összekovácsolását azt veszik fontos feladatnak, és ebben segítenek bennünket azzal, hogy mindenféle tárgyi eszközöket is biztosítani fognak hozzá, meg lehetőségeket a fellépőknek arra, hogy egymásnak a rendezvényen részt tudjunk venni. A 6 település összefogását méltatta köszöntőjében Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, és azokról a fejlesztési programokról szólt, amelyek a falvakat érintik. Olyan programelemeket sikerült megvalósítani, amely a településeken élő emberek kényelmét, biztonságát, vagy éppen az infrastruktúráját, amit használnak, tudták fejleszteni. Így tulajdonképpen tárgyasult formában a kényelmét biztosította minden egyes fejlesztés a falvakon élő embereknek. A projekt 2023-ig tart, és összesen 53 millió forintból valósul meg.